kedves diákok, kedves kollégák, sok szeretettel köszöntelek benneteket, önöket, és tiszteletel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait is. Az ENSZ 1985-ben, december 5-ét az önkéntesség világnapjának hirdette meg. Az önkéntes munkát gondolom mindannyian értjük a fogalmat. Azt jelenti, hogy az ember önmagától, másokért, a közösség javára cselekszik. Pedig magától anélkül, hogy ezért bárkitől fizetséget, vagy éppen köszönetet várna. A magyar társadalomról a statisztikák azt mutatják, hogy Magyarországon az önkéntesek száma emelhető. Főleg a fiatal korosztályban kevesen vannak, akik önkéntes munkát végeznek. Hogyan lehet ezt elérni? Nyilván úgy, hogy először a középiskolába járóktól elvárjuk azt, hogy közösségi munkát végezzenek. Ezt foglaltuk törvénybe 2011-ben. És ha olyan tapasztalatokat szereznek, hogy a másokért végzett munkából ők is gyarapszanak, ezzel segítenek másokon, akkor ez a fajta élmény majd arra sarkalja őket, hogy később felnőtt korban, miután ez az iskolai kötelezettség már nem nyomja a vállukat, maguktól is tegyék a jót, mert megtapasztalták azt az egyszerű igazságot, hogy jót tenni jó. Ezért írtuk elő a köznevelési törvényben a közösségi munkát, ami reményeink szerint és a diákok, kollégák jóvoltából átvezet majd abba, hogy a felnőtt társadalom az önkéntesség területén is jobb képet mutasson, mint amit jelen pillanatban mutat. Nos, a 2011-es törvény szavát az iskolák, pedagógusok, hiszen a gyerekekre nem jellemző, hogy törvényt olvasnak, bár éppen olvashatnak, kívánatos ez is. Hát a pedagógusok kihallották, és nagyon sok helyen, és itt van a lényeg, önkéntesen elkezdték. Akkor, amikor még ez nem is volt kötelező. És ennek nagyon örültünk, mert pontosan azt mutatta, hogy a felnőtt társadalom is nagyon jól fogadta ezt a kezdeményezést, és rövidesen rögtön ráhangolódtak az iskolák és a diákok is. Ezért úgy döntöttünk, hogy az önkéntesség világnapját itt szűk körben egy szerény kis együttléttel megünnepeljük azzal, hogy azokat az iskolákat, azoknak a vezetőit, tanárait és elsősorban diákjait, akik elkezdték és már 100%-ban vagy közel 100%-ban el is végezték a rájuk kirót penzumot, mint tudjuk ez 50 óra összesen az érettségi előtt, egy kis elismerésben részesítjük. Az elismerés annak szól, hogy ti, önök elkezdték szervezni, ti pedig elvégeztétek már ezt a tevékenységet, és annak szól, hogy be is fejeztétek, illetve a többi iskola igen nagy százalékban már elvégezte. És ez a tény, hogy itt most 11 olyan iskolát köszönhetünk, amelynek tanítványai 100%-ban teljesítették már azt, ami kötelességük, és reményeink szerint folytatják majd önkéntesen azt a munkát, amit megszerettek, és további 14 iskola nagy részt elkezdte, és már közel van ahhoz, hogy befejezze egy elismerő oklevéllel, és némi kis ajándék könyvcsomaggal az első 11 iskola tekintetében. Hát az elismerésünket fejezzük ki. Természetesen köszönetet is mondunk. Kinek a nevében? Nem a magunk nevében, hanem azoknak a szervezeteknek, személyeknek, közösségeknek a nevében, akiknek segíteni tudtatok. És azt hiszem, azt remélem, hogy itt még a mai alkalommal lesz arra módunk, hogy néhányatokat talán meg is hallgathassuk, hogy pár szóval számoljatok be arról, hogy mit csináltatok, és hogy éltétek meg ezt. Ugyanis a begyűjtött információk nekünk arról szólnak, hogy mindazok a gyerekek, akik ilyen tevékenységet végeztek, beteget gondoztak, idős nénit, bácsit ápolgattak, segítettek, felolvastak nekik, vagy éppen fogyatékkal élő embereknek segítettek, vagy kertgondozást, parkgondozást végeztek,
különböző egészségügyi, karitatív, kulturális munkát végeztek, bizony arról szólnak, hogy a munkát elvégző fiatalok azt írják, hogy ők maguk is gazdagodtak ezáltal. Úgy élték meg a legtöbben, hogy nem is ők adtak, hanem ők kaptak. Mit? Hát a köszöneten túl nyilván szeretetet, annak az idős, vagy fiatal, vagy sérült embernek a ragaszkodását, akinek lehet, hogy mentővel tudtak nyújtani. Ezért arra kérlek benneteket, hogy amíg itt a ceremóniát elvégezzük, kicsit bátorítsátok magatokat, hogy egy-két fiatalt nagyon szeretnénk szóra bírni, mert ők teszik ezt igazán élővé. Kedves kollégák, akik elkísérték a gyerekeket, ezt csak olyan meghatottan tudom elmondani, hogy fantasztikus jó érzés, amikor szemben minden a közvéleményből áradó kritikus észrevétellel azt bizonyítják évről évre, évtizedek, mint több évszázadok óta, hogy a tanárember az életének a nagy részét arra tette, hogy szolgáljon. Szolgálja a gyerekeket, szolgálja a közösséget, hogy kihallja az oktatás mindenkori irányítóinak a jó szándékát, és ehhez csatlakozzon, mégpedig megint csak önkéntesen. Majd a érettségére jelentkeztek, könnyebb lesz nektek, mert nem marad az utolsó pillanatra ez az 50 óra, és hiszem és remélem, hogy nem csak az érettségére való jelentkezés miatt végeztétek el korábban, hanem azért, mert erre vagy belső késztetésetek volt, vagy a tanáraitoktól megkaptátok erre a megfelelő ösztönzést és késztetést. Hát az önkéntesség világnapját így módon azt hiszem, hogy méltóképpen megünnepeltünk, legalábbis megemlékeztünk róla. Most pedig az fog következni, hogy a munkatársaim segítségével szólítjuk sorba először azt a 11 iskolát, ahol a teljesítmény már 100%-os, majd azt a 14-et, ahol ezt megközelíti. Arra kérlek benneteket, kérem önöket, hogy ha ez az ünnepség egy picikét is megérintett benneteket, akkor vigyétek el ennek is a hírét, olyan értelemben, hogy a társadalom, az emberek, a közösség mond nektek köszönetet ezért az önkéntességért, és megkapjátok ezt a tevékenységet.